vendégeskedett nálunk a Hyperzone-ban most egy két hétig. Ez a SimTag-nak az új gépe. Van ennek a gépnek neve? Ez egy SimTag VR D-Box Motion Edition. Azt kell tudnod róla, hogy ez ugye mozog, VR-re használjuk, és egy csomó extrát rátettünk, ami szerintünk igényes és megfelelő egy ilyen szintű szimulátorhoz. Hogy gyorsan meghökkentsünk mindenkit, mondd el kérlek, mennyibe is kerül ez? 12.990 euró maga a váz, illetve a számítógép az összes kezelővel, egy alapüléssel. Hogyha ezt szeretnéd erre a szintre felfejleszteni, akkor egy 14.000 eurós extra mozgás rendszer, amit a D-Box szállít nekünk. Ez 4 aktuátort jelent a 4 sarokba, és összvisz másfél col mozgást enged, tehát egy olyan 5-6 centit. Akkor ezt ha összeadom, akkor majdnem 30.000 eurónál, azaz 10 millió forintnál járunk? Így van. De hát azért veszek 3 MX-5-öt és komolyan versenyzek vele néhány éven keresztül. Mit ad ez ahhoz hozzá, ami az életemben nem található meg? Mi ezt nem arra fejlesztettük, hogy játszanak rajta, mi ezt egy edzőfelszerelésnek fejlesztettük, annak, hogyha a versenyzőnk éppen edzeni van kedve, és arra úgy dönt, hogy akkor már edz egy-két órát, akkor ez egy olyan felszerelés legyen, amiben megbízik, nincsenek vele problémák, és a legjobb feedbacket adja, a legjobb visszajelzéseket, ami jelen pillanatban lehetséges. Ezt alá tudom támasztani, én mentem elég sokfajta a mozgóval, és ez ad valami olyan pluszt, amit az eddigiek soha nem adtak. Egyrészt nem túlozza el talán a mozgást, hanem tényleg megpróbál olyan lenni, mint egy autó, illetve annak köszönhetően, hogy 4 helyen van alátámasztva, tulajdonképpen az autónak mint a 4 felfüggesztése vagy ilyen lengéscsillapítója lenne, valami egészen jó, igazi érzetet ad. Hidd el, csináltunk rengeteg kutatást azzal kapcsolatban, hogy mely mozgásrendszerek azok, melyek inkább hozzáadnak, mint elvesznek az élményből. Próbáltuk mi a Sim Experience Systemet, ugye a két aktuátorral, a Real Traction Loss-tal, kipróbáltunk más kínai gyártók komplett platformját, ugye hexapodokat, próbáltunk más gyártók, úgymond D-Box koppintását, de hát arra jöttünk rá, hogy igazából hiába próbálunk bármi olcsóbb pénzből megoldani ugyanazt a technikát, egyszerűen lehetetlen. Maga a D-Box kap egy olyan motion profile-t, egy olyan motion kódot magától a szoftverektől, amit más mozgatórendszer nem tud megszerezni, nem kap meg. Ők nagyon-nagyon finomra tudják hangolni az egész rendszert, és nem nehéz installálni, nagyon megbízható, tehát ennyire megbízható rendszerrel én még nem találkoztam életemben. Volt olyan szimulátorunk, amit leejtettek a kamionról a D-Boxra, és nem lett semmi baja. Tehát én ilyen rendszerre nem találkoztam egyáltalán. Ezt ilyen 5-6 aktuátorokkal, maximális terhelés 50-60 kg per aktuátor. Itt 250 kg tudsz rátenni egy aktuátorra, és semmi baja nincsen. Elmagyarázod egy picit, hogy az aktuátor az tulajdonképpen hogy működik, illetve ennél a speciális D-Boxnál körülbelül mi van, hiszen mondtad, hogy van benne egy váltó? Én úgy tudom, hogy van benne egy váltó, bár ez egy ipari titok az ő szempontjukból. Ha szétszered, akkor elveszted a garanciádat, viszont van rá 5 év garancia. Tehát nem az van, hogy elengedik a kezedet, bármi van, 2-3 nap alatt megérkezik minden extra alkatrész vagy csere alkatrész. Egyben cserélhető benne minden, van benne egy váltómechanizmus információim szerint, ami a gyorsaságát szabályozza a D-Boxnak, és ugye ami jó benne, hogy ez rezonanciát is továbbít neked, attól függetlenül, hogy mekkora úton jár. 3 verziója van, a másfélszoros, a háromszoros, meg a hatszoros. A másfélszoros szerintem bőven elég arra, hogy a teljes élményt adja neked. A 3 szolos az körülbelül 60%-kal drágább, tehát rohadtul nem olcsó, viszont az ad egy kis pluszt, de ahhoz már egy 3 monitoros rendszert alkalmazni nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon sokat mozog, tehát nem tudod belőni úgy a közepet, hogy a monitorokat ne üsd meg vele. Igen, és egy... ha meg a monitor is mozog, akkor meg újabb problémákat fog hozni magával, mert szétrázza az egészet. Igen. El kell mondjam, hogy itt, amikor a nagyon-nagyon erős rezgőt betettük, akkor egy, hát a pult körülbelül egy olyan 8 méterre van innen, a földön éreztük a rezgését. Igen. Tudnotok kell, hogy ugyanezt a rendszert használják a 4D cinemákban is, tehát ugyanezt a mozgást, ugyanezt a szoftvert, hardvert, tehát ezzel a rendszerre beülhetsz egy VR mozit megnézni, és tudod élvezni is a 4D mozit, mert felveszed a szemüvegedet és nézed ugyanúgy, mint a... Igazából én mindent rápróbáltam tenni, ami szerintem érdemes megmutatni. Tettünk fel egy ProSync Qualif manuális H-váltót, őróla azt kell tudni, hogy teljes váltómechanikát miniaturizáltak. Az érzésre ez egy teljesen mechanikus, műanyag alkatrészek nélkül dolgozó,
tiszta fémből lévő hardcore simracing felszerelés, nem tudod tönkretenni. Tehát ez szinte lehetetlen tönkretenni. Tettünk föl még nektek egy hidraulikus kéziféket, ami a mi fejlesztésünk, és mi fejlesztésünk megcsináltuk, igazából így fogalmazok, amiben állítható az ellenállás mértéke, a rút hossza, ugye van egy extra rajta, egy extra rút, amit rá tudsz tenni, hogyha rövidnek érzed, akkor ugye ezzel tudsz operálni, hát ez ilyen úgy néz ki, mint a rendőrségnek a kis gumibotja. És hát különböző pozíciókban lehet ezt felinstalálni. Én nagyon szeretem, driftre, rallyra tökéletes felszerelés. Van nekünk egy német gyártmányú button plate-ünk, aminek a magnetük, tehát a mágneses kapcsolója egy elég strapabíró darab. Ahogy halljátok is, egy nagyon precíz, folyamatos kontroll ad neked, nincs az, hogy duplán vált, nincs az, hogy nem vált, nincs az, hogy nem tudod, melyik gombot nyomtad meg, mert mindegyiknek olyan kis apró és jó visszajelzései vannak, ami szerintem nagyon fontos. Tettünk rá egy bőrkormányt jelen pillanatban, de hát mint tudjátok, ez abszolút könnyen cserélhető igazából. Én ha akarom, akkor egy mozdulattal ugye lecserélem a kormányt, ezt már többen is használják a piacon szerencsére, ami nekem abszolút tetszik ebbe a rendszerbe, hogy nagyon-nagyon fixen oda tudod rögzíteni a kormányt, és semmi problémád nincs vele. Minden állítható rajta, fel le tudod állítani pár csavarral a kormányt, a szögét, távolságát. Tettünk rá egy karbon tilet ülést, ez egy tilet B4 ülés, nem olcsó. A normál lista ára olyan 860 euró körül van, hogyha te ezt csak meg akarod venni, és ebben még nincsenek benne a braketek, a tartók, illetve a sim. Mi ezt rászereltük egy sínre, hogy könnyen állítható maradjon. Skoda 120 L-re gondolom. Majdnem. A sín az egy Sparco sín, általában mi Sparcot használunk. És hát ugye a saját fékrendszerünk, illetve pedálrendszerünk van rajta, amit próbálunk tökére fejleszteni. A pedálról annyit, hogy ez a pedál az egy három pedálos rendszer, amit mi fejlesztettünk, minden állítható. Tehát tudod állítani a gáznak a keménységét, mert kétfajta rugóval szállítjuk, egy lightossal és egy keményebben. A gáz pozíciója, kezdő és végpozíciója szintén megadható. Csak autó technológiai eszközöket tettünk bele, például a szenzor is egy autóból való, versenyautó mapszenzor van benne. A fék az kettő darab master és pulcilinder tartalmaz, a nagy állíthatóság miatt döntöttünk ezen opciók mellett, Wilwood és Tilton alkatrészek csak. Egy másfél hetes teszt előzi meg minden szimulátor pedál kiküldését, ez alatt mi próbáljuk megölni őket. Ha nem sikerül, akkor mehet a vevőhöz, mert akkor nem lesz vele probléma. Akárki kipróbálta, mindenki azt mondta, ó, a fék nagyon kemény. És akkor megpróbáltuk elmagyarázni neki, tehát igen, mert ez nem egy játékszer, hanem ez tényleg igazi pilótáknak a felkészítésére való. Ahol ugye a G-erő iszonyatosan sokat számít, hogy amikor fékezedet, tehát rázuhansz a fékre, akkor azért egy kicsit más érzés kell oda, mint mondjuk egy álló szimulátorban. Nem érzitek, hogy ezt egy kicsit a normál szimulátorban ezt nehéz, vagy a versenyzők ezt másképp élik meg? A versenyzőknek ez puha. Yeah. Tehát dolgozom nagyon híres versenyzőkkel, többek között Nicky Katzburggal, Robert Huff-val, Colin Hertával, ugye a Brian Herta családból, és még jó pár Dusan Borkovics, hát Borkovicsnak, mikor elvittük a szimulátort, azt mondta, hogy tudom még keményebbre tenni, és a végén igazából nem gumi volt benne, hanem műanyag. Jó, de hát ő 3 méter magas és 70 ezer kiló. Igen, de hát neki az a fontos, hogy ugye én azt szeretném, hogy amikor a versenyző beül a saját szimulátorába, ami drága pénzért megvett tőlünk, akkor ne az legyen, hogy nem érzi otthon magát. Neki ugyanazok az erők kellenek, ugyanazok a visszacsatolások, hogy számára az egy edzőfelszerelés legyen. Úgyhogy mi mindegyik szimulátort személyre szabjuk az ügyfélnek, tehát tudjuk, hogy milyen autóval közlekedik a legtöbbet, milyen stílusú az ő fékezése, illetve azt is tudjuk esetleg, ha küldet nekünk telemetriát, hogy milyen nyomásokat, milyen erőket fejt ki a fékpedálon, akkor mi ezt tudjuk szimulálni neki. Még valamikor majd tavasszal azt mondtad, hogy lehet, hogy visszaérkezik hozzánk egy ilyen, vagy hasonló? Egy hasonló, így van. Nagyon reméljük, hogy sikerül a Magyarországon is kicsit megvetni a lábunkat. Ugye mi Belgiumban a Spy pályán vagyunk jelen, a 13-14-es kanyar között találtok meg minket egy fehér épületben. A legközelebb versenyben mindenképpen indenegetni fogok iRacingben. Jó, tedd, azt sokan csinálják. És igazából szeretnénk Magyarországon is egy pár rendezvényen jelen lenni. Akinek igénye van egy edzőfelszerelésre, pedig meg fog tudni látogatni minket, reméljük, hogy itt is akár. Nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon köszönöm.